A legjobb énekeseket a Soltron Solarium támogatja. Barnulj nálunk, és légy szexi! Fodor Pruzsina vagyok, 16 éves, Kiskunhalason lakom, jelenleg a Szilárdiban járok, 10-es vagyok. Why should I play this game of pretend? Remembering through a second hand sorrow. Such a great son and wonderful friend. Oh, dawn, the tears just pour. I could curl up and hide in my room. There in my bed, still sobbing tomorrow. I could give in to all of the gloom. But tell me what for? Why should I have a heavy heart? Why should I start to break in pieces? Why should I go and fall apart for you? Why should I play the grieving girl and lie, saying that I miss you and that my world has gone dark without your light? I will sing no requiem tonight. Néhány nappal ezelőtt elcsíptük, amikor együtt énekeltél több formációval is. Ennyire rugalmas vagy, hogy akár egyedül, akár zenei kísérettel, akár duettben megállod a helyed? Hát igazából nagyon szeretek énekelni, ez már gondolom a többi interjúban kiderült, de úgy érzem, hogy igen, szinte mindent
el tudnék vállalni, csak kell hozzá az önbizalom, meg minden. Szóval kicsit nehezen tudok azonosulni a közönséggel, és így azért remegek. Most milyen gondolatok voltak a fejedben, amikor jöttél befelé ide a színpadra, mire gondoltál? Hiszen a zsűri az előválogató mondta, hogy tényleg nem kell izgulni, a hangod teljesen jó, mire gondoltál? Hát arra gondoltam, hogy meg tudom csinálni, mert eddig sikerült, akkor most miért ne sikerülne? És a tavalyihoz képest tulajdonképpen jobban sikerült. És megcsináltad, így van, eltervezted és megcsináltad, ez a lényeg. Meghallgatjuk a zsűrit, Marci. Igen, a tavalyihoz képest jobban sikerült, hát szintén ismerjük egymást, és tudom, hogy Fruzsi is izgulós, néha ott vettél levegőt, meg ott nyeltél, ahol éppen nem kellett volna. Nehéz ezt leküzdeni, de te is nagyon sokat fejlődtél, és tényleg sokkal jobb produkció. Én amit nagyon szeretek, hogy a te hangod nagyon tiszta. Tehát, hogy azért nálad hamis hangot hallani azért ritkán lehet. Ritkán lehetett régebben is, vagy tavaly is, de nyilván kiállni, velünk énekelni azért ez nem egy egyszerű történet. De ügyes voltál, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Bandi? Engem nagyon meglepett, nagyon-nagyon jó éreztem magamat, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon jó hangom van. Köszönöm szépen. Tehát ezt el tudom képzelni, tudod, hogy egy producer vagy egy stúdió egyszer elkezd téged alkalmazni, és felénekeltet veled valamit, mert minőségi dolog jön ki a torkodba, ez szerintem ilyen ösztönös. Tehát ezt nem lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni, ez benne van az ember, milyen ösztönösen, ahogy feljönnek, ahogy megfogod a hangokat, és oda énekled, és tényleg olyan, mintha az eredeti előadót hallottam volna, mondjuk ezt nem ismerem, tegyük fel. De ahogy énekelt, tök profi volt. És így remegett a kezed, meg minden, annyira kis vicces voltál. Ez az, hogy védjegye most már. De hogy érted, a hangodban is benne volt az a remegés, és még jó is állt az egész dolognak, de tényleg ne izgulj ennyire. Tehát lejjön magabiztos nyugodtan, mert irgalmatlan kincs van a torkodban. Köszönöm. Hajrá, előre. Zoli? És hát ez is musical volt, de mennyi, mekkora különbség van musical és musical színvonal között. 2015-ben a Broadway-en mutatták be, egy társadalmi problémákkal küzdködő tinédzser lány Evan énekét hallottuk most. Tehát azért vagyunk most megdöbbenve, már nem remegett annyira a kezed, mint tavaly, úgyhogy nagyon jó volt az úgy, ahogy volt, hogy lenyűgöztél, tehát itten nem tudtunk máshova nézni, csak lehet. Köszönöm szépen. A legjobb énekeseket a Soltron Solarium támogatja. Barnulj nálunk és légy szexi!